Debreceni Kishelga a 2017-es röplőipáva tehetségkutató verseny második helyezettjének citera játékával kezdődött az este a Mindszenti sportcsarnokban. A produkciót stílusos dekorációk között már terített asztal előtt, de még a vacsorára várva hallgatták végig a vendégek, akik szombat este a Mindszenti Lovasklub fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket! A bálat a klubelnök nyitotta meg, majd a művésznőnek egy szál rózsával, a tagoknak és a klub támogatóinak pedig a tisztelet szavaival és néhány oklevéllel mondott köszönetet munkájukért. 20 évvel ezelőtt néhány barát alapította a klubot, az összefogás csodákra képes, mi bebizonyítottuk, hogy együtt bármire képesek vagyunk, mondta Csatordai Lajos. Utalva a klub életének két legfontosabb eseményére, a tavaly Mindszenten megrendezett Póni 2-es fogadhajtóbajnokság országos döntőjére, és az egy évvel korábban lezajlott C-kategóriás országos fogadhajtóbajnokság fináléjára, aminek szintén a Tisza parti város adott otthont. Óriási büszkeség, az a tevékenység, vagy az az eredmény, amit a 20 év alatt el tudtunk érni, az azt gondolom mindenképpen bárkinek, aki a klub tagja, támogatója, segítője, büszkeséggel töltheti el. Ha jövőről beszélünk, akkor én egy optimista ember vagyok, és talán egy kicsit fejben már a 30. bárra készülök, mert úgy érzem, hogy az a csapat, aki itt az évek során összeverbóválódott, olyan erővel és olyan összetartással rendelkezik, ami azt gondolom, hogy még hosszú távon biztosítja a működésünket. Zsótér Károly szerint példaértékű a klubtagok összefogása, az ehhez hasonló civil kezdeményezések a legerősebb kapocs alapjai lehetnek egy település életében. Hál' Istennek nagyon sok civil szervezetünk van, a szívemnek most bármennyire is meg fog haragudni a többi, az egyik legkedvesebb a lovasklub, hiszen nem is egy országos verseny zajlik a mindszenti fogadhajtó pályán, és ha család évét emlegetjük, itt 10 család összefogását látjuk, ami még kedvesebb az én elveimnek. És én bízom abban, hogy az elmúlt talán 10 esztendőben évről évre, úgy a következő 50-ben is évről évre majd összejövünk így januárban, értékeljük az előző évet, beszélgetünk jól, és eltervezzük azt, mint az idén is például, hogy tudomásom szerint 2 országos versenyt fogunk majd együtt megszervezni. A bál egyik díszvendége Farkas Sándor, maga is lovasember, a nevéhez köthető Fábián Sebestyéni Kénizsi Park nemzetközi fogadhajtó versenyek színhelye. A 2016-ban megalakított állami mezőhegyesi ménesbirtok és tantgazdaság kormánybiztosaként pedig a honos lófajták védelmében is részt vállal. A térség országgyűlési képviselője szerint ugyanakkor az értékmegőrzésben óriási szerepe van az alulról jövő kezdeményezéseknek. Én azt hiszem, hogy ezek a klubok, amelyek ilyen kis településen vagy kisebb településen, de nem település mérettől függ ez inkább, hanem az ott élő embereknek a ló szeretetéről, a hagyományápolásról, az értékek megőrzéséről szól. Hogyha egy településen vannak ilyen emberek, akik elkötelezett-e nagyszerű tevékenység iránt, akkor ők megtalálják minden esetben a hagyomány mellett a mai korszerű 21. századnak megfelelő lehetőségeket. Itt jelentős részben a fogadhajtás, mint sportág kerül reflektorfénybe, de ők nagyon ügyesen kihasználják a különböző C-kategóriák, póni kategóriák, szabadidőlovas programokat. Ezek olyan kulturális értékeink, amik nem csak a tenyésztés, hanem a lovassporthoz, a lovas kultúra, mint önmagában. Ezek az emberek, akik egy településen felvállalják ezeknek az értékeknek a megőrzését, továbbvitelét, lelküket odaadják érte. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy ez a lovas hagyományunk, ami a magyar embert körbeveszi, ez tovább éljen. A születésnapi bál az ünneplésről szólt, de pihenésre nem sok idő marad. A Mindszenti Lovasklub újabb országos versenyre készül. Az idei felnőtt lovak országos döntőjével 3 éven belül mindhárom országos döntőt megrendezheti, ami egyedülálló a magyar lovassport történetében.